Veszélyes anyagokkal dolgozó üzem gyulladt ki Berlinben. A pénteken keletkezett tűz után figyelmeztettek a hatóságok az esetleges egészségügyi veszélyre, mivel a fémtechnológiai cég épületében részcianidot és kénsavat tároltak, és a tűz során hidrogéncianid keletkezhetett. A Dilmetal vállalat szóvivője elmondta, hogy az említett vegyszereket kis mennyiségben tárolták. Tudomása szerint nem történt veszélyes szennyezés.